Sok szeretettel köszöntöm Perényi Miklós cselló művészt, és itt a díjakat nagyon sokáig lehetne sorolni. Azt hiszem, hogy ha titulusa mellé egy néhányat említek, Liszt-díj, kétszeres Kossuth-díj, érdemes művész, nemzetművésze, akkor érezhetjük azt, hogy a helyi helységnek a kínálatában, ahol a Zenefere klubban ominózus, nagynevű zenészeket hívok meg, büszkeség számunkra is, hogy először van olyan művész, aki kétszeres Kossuth díjas. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, foglaljon helyet. Adok egy mikrofon, be is van kapcsolva. Igen, igen. És akkor kezdjük az elején, ugye zenés család. A korai gyermekévekben már gyakorlatilag elhatározott tény volt az, hogy a három gyermek mindegyik elkezd fiatalon zenélni. És így ismerkedtek meg a vonós hangszerekkel. A vonós hangszere, igen, hát a csellóval, a hegedűvel és a zongorával. Igen, igen. Igen. Hát akkor húros hangszerekkel javítom. Igen. Ugye a korai gyerekévek, amikor még egészen fiatal volt, 5 éves, akkor kezdett el csellózni. És egy 5 éves gyerek számára mit jelent az, hogy a zenét megtanulni, a hangszert megismerni, és abba a rendszerbe részt venni, amelyet a zene megkíván az emberektől? Hát azért ez egy hosszú folyamat, lassú folyamat, hosszú ideig tartó folyamat. Az a kezdet volt. Hát ugye, hát 5 éves korban biztos, hogy már jártam csellóórára, eleinte lakásra, a Zámbóki tanár úr lakására, és aztán ő vitt tovább a fiatal, vagy nem tudom, hogy mondták, rendkívüli tehetségek osztálya, volt egy ilyen, voltak abban a csoportban, és akkor onnan mentem tovább, már a Zeneakadémia keretén belül, előkészítő osztály. Az igazi nagy szerelem a csellóval, mert azt hiszem, hogy mondhatom ezt. Az igazi nagy szerelem az már a Zeneakadémia előkészítő előtt, ugye oda körülbelül 10 éves korba kerülnek be máig a fiatalok. Ezelőtt korai gyerekkorban alakult ki, vagy amikor a Zeneakadémián ez egy egyértelmű pályaorientáció lett, akkor lett egy életen keresztüli társ gyakorlatilag a cselló? Hát inkább így mondanám, igen, mert akkor már csak arra összpontosult a figyelem leginkább, tehát azokra a tanulmányokra, amit a Zeneakadémia keretén belül végeztem. A Zeneakadémián melyek voltak azok a maradandó pillanatok 10-11 néhány évesként bekerülni abba egészen elképesztő épületbe, amely ugye máig óriási súlyt jelent a kulturális életünkben, és mi volt az, ami a zenészpálya mellett megfogta, és ami oda vonzotta? Hát már előbb is, mert 55-ben felvételiztem, és mondom, tehát nem a konzervatóriumot, azt már ott végeztem szintén meg. És hát apránként hangversenylátogatások során élményeket szereztem meg, lemezhallgatás otthon, hát így apránként jöttek mozaikszerűen az élmények. Az olyan, mint az étek. Mindig kell, hogy legyen valami, ami a gondolatot egy kicsit megpörgeti, és előbbre viszi a fantáziát. Melyek voltak az első csellóművek, vagy akár átiratok, amelyek már vonzóak voltak az számára? Apám leült a zongorához, és ott kísért, úgy foglalkozott velem, amellett is, hogy a tanárhoz jártam. És akkor ilyen kisebb darabokat, de mindenféle
darabokat gyűjtöttük, a kottákat, és azokat úgy játszottuk, hogy ismerkedtem vele. Tehát ez volt az egyik fele a tanulásnak, a másik fele a technikai oldala, az nem könnyű ilyenkorban a félfekvés, megtanulni a fekvésváltást. Azt mondtam akkor még gyerekkorban, hogy ezt sose fogom tudni. Ugye a cselló az egy viszonylag nagyméretű hangszer, és gyerekkorban vannak a negyedes, feles, különböző méretű csellók. Nekem ez mindig egy érdekesség volt, hiszen én részfúvósként ugye ott is vannak gyermekhangszerek, de a billentéstechnika nem változik. Ellenben a vonós hangszereken ugye a távok, azok változnak. Ezeken hogyan lehet átállni, hogyan lehet megszokni, és mennyire lehet egy új hangszerrel újra az embernek felhozni magát egy jó szintre? Hát meg kell várni, amíg kinövi a kicsi hangszert, és akkor úgy akkor az átállás már könnyebb, hát apám is ugye először negyed, de még volt olyan, hogy amikor egész kicsi voltam, akkor még egy brácsát is adtak a kezembe, egy mélyhegedűt, aminek valami pálcát tettek alul, hogy megtámassza. De hát az még nem a tanulmányi időkben volt, hanem korábban. Aztán ugye apám vett egy felest, akkor el kellett adni a felest, akkor jött a háromnegyedes. Tehát ez mindig egy probléma volt, és az egészesnek a megszerzése is. Hála Istennek ott segítség volt, mert az egészes hangszer, azt a lucerni részben a fesztivál segítségével, részben Anda Gézáné támogatásával jutottam hozzá 14 éves korban. Egy kicsikét a vonós hangszerekben nem annyira szakavatott közönséget is avassuk be ebbe, hogy a vonós hangszereknél fordítva van, mint számos más hangszernél, nem az az igazán jó hangszer, amelyiket most tolják ki a hangszergyárból, hanem az idősebb hangszerek. Ez miért van, hogy az idősebb hangszerek értékesebbek és jobbak a vonósoknál? Én úgy tudom, hogy amikor a faanyagot beszerzik, különböző, az sem már új, és azt is még pihentetik a hangszerkészítők sokszor több évtizedig, amíg hozzálátnak annak feldolgozásához. Tehát egyrészt, hát aztán ez, ugye nekem a háromnegyedes hangszerem volt nagyon régi. Annak szinte olyan ráncai voltak, kidudorodó, káván ilyen kidudorodások voltak. Az egy komoly kort élhetett már addig meg. Igen. Ugye a testvérek is zenéltek. Családi zenélések, családi zenekarok ünnepnapokon, más alkalmakkor voltak? Emlékszik vissza ilyenre? Hát ilyen közönség előtt nem annyira. Házi triózás folyt, zongorás trió, az volt, igen, igen, egy ideig. Aztán a nagyobbik nővérem inkább már a nyelvészetre állt át, és akkor ő már abba hagyta az zongorázást. Jó, az Erzsébet keresztül. Erzsébet, igen. Igen. Akkor egy kicsikét akkor csaponghatunk a témákba, hiszen ettől lesz spontán egy klub. Ugye ő az, aki hármójuk közül aztán nem a zenész pályán folytatta, hanem utána más a nyelvekkel, inkább a bölcsészet angol, felé? Lingvisztika, angol nyelvek. Irodalom, igen. Bölcsészet karon tanított, igen. És ketten maradtak a zenei pályán Eszterrel. És ez hogy alakult ki, az, hogy együtt segítették egymást, vagy függetlenül mind a ketten a dolgaikat végezték? Akkoriban függetlenül tanultunk, még a kiskorunkban, csak úgy ugye a triózásban jöttünk össze. Ő zeneiskolába járt az Eszter egy ideig, és aztán igen, igen, igen. Tehát én meg nem jártam zeneiskolába, de zongorára jártam zeneiskolába, szintén ugyanoda. A Zeneakadémiának az előkészítő részét már elemeztük, szóba hoztuk pontosabban, és utána a Zeneakadémiai tanulmányok során egészen fiatalon ismert lett a neve, és
nemzetközi szinten is tovább tudott tanulni már a 60-as években, ami akkor egy nagyon nagy szót jelentett, a Santa Cecilia. Igen, ott igen, ez egy ilyen posztgraduális tulajdonképpen tanfolyam volt, szemeszterek, 3 egymást követő tavasz-nyári időben, és arra diplomát is adtak aztán 14 éves korban. 14 éves első diploma. Igen. Az lenne a kérdésem, hogy én itt pontosan nem tudom a sorrendet, de tudom, hogy utána a külföldi fellépések és Pablo Casals. Volt, igen, úgy, hogy azért azok a fellépések úgy apránként jöttek, tehát egy ilyen ráfutás volt. Nem túl sok, de minden esetre szükséges bizonyos számú megmérettetés volt mindig, szóval az már akkor úgy rendszeresen jött, de nem sorozatban. Én nyáron olvastam egy életrajzi könyvét Pablo Casalsnak, és ami a könyvön keresztül is visszajött, az a zene iránti, a hangszere iránti alázat, ahogy a zenéhez hozzáállt, hogy egészen egyedi volt és különös. Tanár úr számára ez az ismerettség, ez mit jelentett a Casalssal való ismerettség? Igen, hát egy fölrázást jelentett, mert ugye megmozgatta a fantáziámat. Egyrészt dinamikusabb játékra serkentett, másrészt a dallamvonalaknak a teljességét, tehát a teljes befejezését mutatta meg. Minden ilyen szempontból egy ilyen nagyon gondolatébresztő volt, és más volt, mint a többi tanulmányaim során tapasztaltam, Enrico Mainardinál és itt Pesteni. Mindenki más volt. Az első tanárom is, Banda Ede tanár úr is egy más nézőpontot képviselt, mind a négyen. Aztán később még több tanár is volt, csak most a cselló tanárokról beszélek. Hát ebből jön össze a sokarcú művész, igen. Talán mondhatom azt, hogy Kocsis Zoltánnal egy barátság volt, nem csak szakmai kapcsolata. Az, hogy számos albumon, még régen Bakelit lemezeken már játszottak együtt, ezt ugye talán többen tudják, de talán ez barátság is volt kettőjük között? Egy tisztelet. Szóval úgy éreztem, hogy én tisztelem az ő különleges képességeit, és lehet, hogy fordítva is így volt. Egészen biztos, igen. És ez adja meg a barátság lényegét. Ez az alap. Tehát, de ez nem azt jelenti, hogy mi összejártunk, vagy olyan. Tehát időnként koncertek alkalmával, felkészülés próbák alkalmával, közvetlen kapcsolat, tehát hogy nyílt, tudtunk beszélni a zenéről közvetlenül. A próbák hogy zajlottak, amikor ketten próbáltak? Kinek volt dominánsabbak az elképzelései? Ki az, aki, mert ugye mind a ketten nagyon kifort és gondolom erős karakterekkel lévő zenészek, akik gondolom a próbán is próbálkoztak azért a saját elképzeléseikhez ragaszkodni. Neki mindig volt egy ilyen koncepció a darabbal kapcsolatban, hogy egy erős ráérzés, hogy annak milyen jellege van egy ilyen darabnak, amit játszottunk, és az általában igaz volt, így volt, igen. És tehát találó, hogy úgy mondjam, és hát a tempói azok meg igen, hogy is mondjam, energikusak vagy élénkek voltak. Ez jó is volt nekem tulajdonképpen. És akkor ő, amit hallott, általában ez mindig úgy leszűrten jött vissza, tehát nem rögtön reagálta, csak úgy megjegyezte, mert ő játék közben azt is megjegyezte, hogy én mit szeretnék, csak úgy
És akkor így később alakult ki egy ilyen egyensúly mindig a próbák alatt. Tehát az elsőre olyan meglepetésszerű találkozás, és utána meg kialakult egy egyensúly. Amit mondtam, hogy egy kicsikét visszabutazunk az időbe, itt már Pablo Casals, Santa Cecilia, ugye nagyjából 70-es évek környékén jártunk, ugye? Körülbelül. Előbb. Egy kicsikét még előbb, 60-as években. Akkor menjünk az 50-es évekre, hiszen 50-es. Budapesten született és Budapesten élt emberként az 1956. Az egy fontos évszám volt. Igen, emlékszem arra az időszakra, mert én mindig az erkélyen voltam kint, és néztem a forgalmat. Mentek az autók, teherautók, azok érdekeltek nagyon. Szép verőfény, ilyen szép idő volt, csak melegebb, 23-án, és napfényes idő volt. És aztán délután egyszer csak jönnek ilyen csoportok le a Kégolyó utcán, gondolom innen a tanárképzőből, meg más Kis János altából, Nagy utcából, iskolák tanárokkal együtt énekeltek, és beszaladtam a szüleim, hogy ez micsoda, hogy ez kik, és akkor mondták, hát ezek szerint mégis engedélyezték, csak annyit mondtak a szüleim, mert be volt tiltva, csak aztán a belügyminiszter mégis engedélyezte valami miatt. És hát ez volt. Aztán a következő napon már délután gépfegyver ropogás volt a környékem, de folyamatos, szinte megszakítás nélkül. Ez 24-e körül már. És később, hát jöttek a mentőautók, meg főleg ilyen taxi, le volt takarva a fehér lepedővel, vörös kereszt rajta, és égtelen dudálással jöttek a Szénatér felől, vagy Pest felől, nem tudom, és hozták a sebesülteket szinte 5-10 percenként a Kégolyó utcai kórházba. Ez volt, aztán később ugye a rádiót hallgattuk folyamatosan, nagyon izgalmas napok voltak, folyamatosan, egészen november 4-ig, amikor aztán Nagy Imre beszéde hangzott el a rádióba, tehát azt is hallgattuk, és akkor becsöngetett a házmester utána, nem sokkal, hogy le kell menni a pincébe, mert már rengett a föld a tankoktól Budapesten, itt Budán, és hát lent voltunk, nem is tudom, majdnem egy hétig folyamatosan. Igen. Lehet, hogy talán szentimentális a kérdés, de ugyanakkor mégis érdekes. Kisgyerekként még, amikor viszonylag kisgyerekként átélte ezeket, akkor nyilvánvalóan az, hogy fegyver, indulatok, összefogás, akár halállal szembesülni, látni az emberek maga körül, hírekbe hallani. Ez egy zenész számára, most én is az vagyok, de most nem én vagyok, aki válaszolok erre a kérdésre. Egy zenész számára jelent ez maradandó emléket olyan szempontból, amikor játszik, amikor egy lassú tétel, egy fájdalmas dallam megszólal. Feljönnek ezek a pillanatok? Az a dráma, amikor a Egmont nyitányt hallgattuk, és folyamatosan mindig ugyanaz ment. Abban egy olyan dráma volt, amit gyerekként is átéreztem, hogy az mit jelent. És ez máig van, hat ez a zenére, az életére, hát az elképzeléseire? Nem közvetlenül. Tehát amikor játszom, ez nem érvényesül így. Csak, hát ugye azt tudni kell, hogy milyen volt Budapest akkoriban, hogy nézett ki. Ugye, hogyha lement az ember a vízivárosba, minden második telek, üres telek volt, meg romos telek, meg leszakadt erkélyek. Ugye részben a háború, főleg a háború miatt, de aztán még jött egy kicsi hozzá. Tehát a gyerekkoromban szürke volt Budapest, szürke. Egyrészt a télen ezek a smogok,
Ugye, ha fölment az ember a Széchenyi hegyre, ott a lelátott, még a 60-as években is egy nagy szürkeség volt alul. Szénfűtés volt. Volt egyiptomi sötétség 57-ben. Volt egy nap, amikor barna volt minden. Azt még az újságok is megírták. De hát rossz levegő volt. Aztán jött a tavaszi szél, hát az egy óriási megkönnyebbülés volt mindig télen. Amikor tél végén átjött a szellő a hegyekből. Erre emlékszem, mert ugye ott laktunk a volt Endres-Győri tér, aztán magyar jakobinusok tere lett. Ott laktunk, és onnan tudom ezt érezni. A mai magyar társadalomnak, a zenész társadalomnak ezen belül mit jelent? Vagy úgy is feltetném, hogy mit kéne, hogy jelentsen Kodály? Hát igen, ő elképzelte azt, hogy a iskolai ének zene oktatáson keresztül megemeli az mindenkit fölemel, főleg az ifjúságot. Egy olyan szintre, hogy aztán később a komolyabb műfajokban értő módon tudnak hallgatni, tehát a komolyabb műfajokban is eligazodnak. Tehát ezért 11 évig csak erre szentelte az életét. Tehát ez volt a fő tevékenysége. Beszéljünk egy másik zeneszerzőről is, akihez még messzebb kell visszanyúlni. Itt figyel háttérből ránk, Johann Sebastian Bach. Ugye az ő vonós művészt, a szóló vonós hangszerekre, elsősorban csellóra írt tételei, művei, szvittjei, azok ugye zenetörténeti fontosságúak. De annak ellenére, hogy máig halljuk, hogy színpadra tűzik, koncertre tűzik ezeket a műveket, akár csak tételeket is belőle, mi az, amitől Bachnak a 6 cselló szvittje, az a 36 tétel, bármelyiket ragadjuk ki belőle, az örökérvényű, és máig a legmagasabb zenék között van számon tartva? Hát igen, a 6 szvitt, meg a többi darab, meg ugye ez még a kürteni időkből született, akkor sok hangszeres zenét is írt. Ugye a hegedű partiták, meg szonáták, stb. Zongora koncertek, versenyművek, zenekari versenyművek, stb. Tehát hát ez bonyolult, mert ott több réteg találkozik, több rétegnek a együttes egyezése hozza létre az ő zenéjét. Tehát egyrészt abban egy lineáris vonal, és ugyanakkor a horizontális, tehát az akordikus és a tonális irányok is mindig együtt érvényesülnek. És a motivikus fejlesztések. Tehát ez bonyolult, mert nem lehet kiragadni az egyik vagy a másik oldalt, hanem egyszerre kell éreztetni mindebben az egyezéseket. A cellószvittek megírásában mi volt az újszerű, amit Bach hozzátett a cselló irodalomhoz? Még hogyha korai cellóról is beszélünk, de mi az, amiben egy újszerű volt? Hát a történelem mindig egymásra épült, tehát azért ő is a hagyományokból is táplálkozott, és az a egyidejű kezelése, és azonnali megteremtése a darabjainak, tehát az páratlan, úgyhogy most is foglalkozom ezzel. Van egy olyan kottám, amiben csak a nyers kottakép van, és nincsenek a vonások meg bejelölve, és akkor az szerint, hogy hogyan vonzódnak egymáshoz a hangok, vagy mi a tonális vonzódása.
milyen irányba halad a mű, azt megpróbálom a hangok rövidsége vagy hosszúságával is jelezni. Tehát ez egy ilyen komplex feladat, és mindig más fényt is kaphat egy adott tanulási szakaszba. Tehát, hogyha újra előveszem, akkor esetleg javítok rajta, amit már korábban bejegyeztem. Úgyhogy ez elég hosszú ideje tart. De én nem adtam ki kiadást ebből, mert sokan félreértenék, mert ugye sokan úgy gondolkoznak, hogy vagy így, vagy úgy, vagy fekete, vagy fehér, de nem. Mert akkor azzal lenyomnánk őt, tehát egy alacsonyabb szintre helyeznénk, mert éppen az együttes jelenléte a törvényszerűségeknek lehet. Ezt nehéz jelekkel jelölni, hogy úgy mondjam. De hát lehetne, csak akkor abba belekötnének így vagy úgy. Igen. Ugye szokták is mondani, hogy a zeneszerzők, amit a kottába le tudnak írni a magával, a kotta fejekkel, a kottázási jelekkel, az a teljes elképzelésüknek mintegy 10%-a. Tehát a 90% az az érzelmükben, a gondolatukban van meg, de hát annyi mindent nem lehet minden egyes hanghoz kiírni, annyi információt. Meg olyan is van, hogy noha bent van a kottába, de kevesebbet szólaltatnak meg. Tehát... Így van, így van. Igen. Egy koncert, egy fellépés zenekarra szólóban, az arra való készülés, amikor az embernek már van egy óriási repertoár ismerete, van egy nagyon erős egyéniség, amelyel kiáll a színpadra, akkor a készülési idő az a hangszerrel, a kézben dől el, vagy a fejben dől el, hogy az a koncert milyen lesz? Hát sok mindentől. Egyrészt a felkészülés, hogyha jó időzít az ember, hogy mennyivel előbb kell foglalkozni azzal a darabbal, a másik a fizikai, tehát a technikai megoldásoknak a megfelelő gyakorlása, és a fejben nagyon sok dől el szintén, és az, hogy mennyire biztos, amikor kimegy, mennyire biztos magában, mennyire biztos abban, hogy jól felkészült. Játszunk egy kicsit. Legyen az a szituáció, hogy ma van március 22-e, április 22-én mondjuk Johann Sebastian Bach első cselló szvitjét el kell játszani egy koncertterembe. Mondjuk Zeneakadémia nagyterem. Ön a szólista, hogy időzít? Az még időben van. Egy hónap, igen. Hogy telik a következő egy hónap? Hát ez nem úgy van, hogy csak azzal foglalkoznék. Ez mert otthon én mással is foglalkozom, tehát komponálok is, és azon kívül más darabokat is kell nézni, meg esetleg újakat. De azért én visszamennék oda, amikor elhangzott az időzítés szó, onnan jött ez a kérdés. Minden nap érződik, hogy mennyi van még hátra, és ahhoz viszonyítva mennyi a felkészülés. Tehát ahogy 9 nap, 8 nap, 7 nap, azt érzi az ember. Hát úgy megtanulja lassan. Egy pár kulisszatitkot hadd kérdezek, ez olyan érdekes dolgok. Szokott izgulni színpadon? Izgulni, hát, hogy is mondjam, van nyomás, fölösleges izgalom nem jó. Tehát az a nap, amikor koncert eljön, az nem egy olyan örömteli nap. Az nyomasztó. Tehát nem nyomasztó, mert végül is az embernek kell adni. Nem követelnek tőlem. Tehát az már rossz, hogyha azt érezné, hogy követelnek valamit. Tehát kisugározni kell. De tehát az, hogy sose elég a felkészülés, valahol nem elég soha, de hát valahol van egy relatív pont, amikor ki kell állni. A délelőtt ugye van a főpróba, és akkor már olyan szűk a nap, alig van idő. Mert már ebéd, és akkor már alig van, már aludni nem is lehet, mert hogy jövök én ahhoz, hogy elalszom. Tehát volt ilyen, de az nagyon ritkán. És akkor már az ember
bemegy a koncert előtt 2 órával majdnem. Tehát az a nap eltelik nagyon hamar. És aztán össze kell szedni magát végül is. Nézze, hogyha beül a fogorvosi székbe, akkor is megnyugszik, hogy ha már ott van, nem? Hát, akkor már túl leszünk rajta, nem? És így tudja, van. A fogfúrás az nem szokott fájni mindig. Kár injekciót kérni. Mert az csak olyan, mint amikor az 59-es villamos ráz. Így van. Melyik a kedvenc cselló szvitje Bachtól? Hú, hát ez mindegyik más. Igen. Hát nehéz. Hű, nagyon nehéz. Akkor választok én. Más szín, hogy az egyik ilyen, a másik. A 6. azt 5 húros hangszerre írta, és hát azt 4 húros hangszeren mondjuk egy kvinttel följebb helyeződik minden, tehát ugye az E-húr hiányzik, de lehetne 5 húros hangszeren, csak én azt nem próbáltam ki, mert az már nem az én feladatom. De az 5. szvitbe, a C-moll szvitbe, ott lehangolom a A-húrt, ahogy írja is, hogy discordabile, tehát, hogy lehangolandó. Uh-huh. Tehát ebben benn van a felszólítás is. Igen. Meg az, hogy hát lehet is. Igen. Na most sokáig, 30 évig nem volt lehangolva, mert általában nem játszották lehangolva, de most már majdnem mindenki. Úgyhogy át kellett állni. Újból kellett megtanulni a darabot. Az ember, amikor eljátszik egy csellón Bach cselló szvittet, tehát valahogy ezek az ilyen alapkövei a cselló irodalomnak. Az ember az élete során folyamatosan gondolkodik rajta, és átgondolja, hogy ez hogyan kéne, hogyan lehetne? Nem, folyamatosan nem gondolkozik, csak amikor sorra kerül. Tehát a pihentetett anyagok ezek, amikor pedig sorra kerül, hát az lehet 1 év, 2 év, van, amikor 3 évig nem, de és a kújból megvizsgálandó a korábbi elképzelés is, de meg hát amit hozzájön, ahogy a korral halad az ember, már nem a divattal, hanem a korral. A saját belső meggyőződésével. Van, az a belső órával, igen. A divat az, hú, hát ottan különböző dolgok születnek mindig, egész meglepő elképzelések. Nem is tudom, olyankor néha jön egy növendék, főleg külföldi kurzuson, valamit leutánoznak valamilyen felvételről, vagy nem tudom, elterjed valami szélesebb körben, és akkor hát nehéz hozzászólni, mert akkor most mit mondjon az ember, hogyha annyira más. Igen, hogyha egy orgona jellegű preludiumot olyan könnyedén eljátszogatnak, és akkor ezt most hogy magyarázzam? Igen, mert azt nehéz rámondani, hogy úgy rossz, ahogy van, amit az ember elsőre érez, mert egyrészt igaz, másrészt pedig hát jól játszik, csak én jól nem játszik, játszanám. Jól csak mást játszik. Igen, igen. Igen, igen. Így van. A Zeneakadémián miután diplomázott, és elkezdődött a hangverseny élet, akkor utána a tanítási időszak is elkezdődött. Vagy közben pontosabban, tehát még ugye aktív évek bőven először elején. Először Kovács Dénes rektor úr, vagy akkor még igazgató volt, később lett rektor. Igen, akkor már engem 70-be akart fölkérni, de akkor még nem gondoltam, hogy még itt az ideje. Kértem még egy kis időt, és akkor 74-től tanítok folyamatosan. 74, hát az is már rég volt, igen. Ez egy nagyon érdekes a tanításnál. A magyar zenei életben erős a szólista képzési irányzat. Tehát, hogy a felső oktatásban az időnek egy jelentős részét az nem a zenekari szólamismeretek, hanem maga az alap szóló irodalom teszi ki. Tehát az úgy igaz, hogy zenekari gyakorlat van bőségesen, ott próbálják megismertetni
a fiatalokat a zenei irodalom fontosabb darabjaival. Ez megy. Viszont a főtárgy órán egy kicsit egyoldalú, én ezt igyekszem föloldani azzal, hogy kamaraműveket is kérek, tehát zongorás csellós duókat, hogy ne csak etüdök, koncertek, esetleg Bach, tehát hogy más is legyen, ne csak szólószonáták. Ezek a stílus irányzatok az előbb szóba kerültek, és ugye azzal, hogy az európai zene az elmúlt évtizedekben erősen kiterjedt arra, hogy nagyon erős amerikai hatások vannak, közvetlen elérhetőek az amerikai felvételek, ami egy más stílus eredményes sokszor, illetve ugye akár a keleti felvételek. Szóval most, ami megtalálható például a közösségi médiákban felvételek, meg előadások, azok sokszor egy nagyon kevert stílus irányzatból jönnek elő. És ez tanárként, ez hogyan lehet ezt a fiatalokat irányítani? Hogyan lehet nekik velük elhitetni azt, hogy már pedig a tanárnak higgyenek? Igen. Hát a nemzeti zenékből fakadó sajátosságok beszűrődnek a játékmódba is természetesen. Ez pozitív is lehet, tehát ez jó is, de én abból indulok ki, hogy én úgy akarom ezeket integrálni, ezt a sokszínűséget, hogy az objektív megítélésen keresztül, tehát a törvényszerű, a zene fizikai törvényszerű törvényein keresztül, ami fizikai törvényeken alapul. A tanítási időszakból kik azok a növendékek, lehet, hogy nem szeretne megnevezni, azt is elfogadom, de hogyha szívesen nevez meg, kik azok a növendékek, akikre ilyen vagy olyanokból a legbüszkébb vagy, akikkel a legjobb volt dolgozni? Hát voltak, igen. Most például van két tehetséges növend, különösen tehetséges, egy magyar, és egy japán, aki most itt tanul nálam. Korábban is voltak, de azok már régebben, meg úgy elosztva voltak. És hát ugye a családon belül is volt, és tehetséges növendék. Úgyhogy, meg hát akik már kikerültek külföldre, bécsi filharmonikusoknál is vannak ketten, debreceni főiskolán, másutt is, meg Rómandita feleségem, második feleségem szintén, Sovány Rita, ő a fesztiválzenekarban dolgozik. És de már van, akikre úgy távolabbról nehezen emlékszem. A koncertéletből, a számos út, fellépés, kollegális viszonyok, karmesterekkel, vannak olyan történetek, amelyekre kifejezetten jó szájízzel emlékszik vissza? Igen, amikor Vitold Lutoszlászki vezényelt például a saját darabját, akkor benne volt egy követelmény, tehát hogy ő megkövetelte, hogy a darabját pontosan játsszák, de ugyanakkor egy nagy vonalúság is egyszerre, és egy megbízhatóság, hogy egy teljesen rá lehetett bízni a zenekart, és ez egy nagyon megnyugtató érzés egy szólistának is. Ötvös Péter zeneszerző, karmester szintén hatalmas tudással rendelkezik, akire szintén lehet építeni, mint karmester, amikor játszik vele. Hát Ferencsik Jánossal korábban, főleg klasszikus irodalom, de hát még egyéb is, Frank Martent is vezényelt például. Carlo Cecchi
vezényelt engem 15 éves koromban Dvorák cselló versenyt élőadásban Olaszországban, szintén nagyon örömteli emlékezés, és mások is. Most hirtelen, hát nagyon sokat tudnék mondani, de igen. Egy pár név volt ezek között, amelyek a szimfonikus zenekari programkínálatnak nem a leggyakoribb nevei. Lutoslavski is egy rendkívüli zeneszerző, de nem a legtöbbet játszott a közöttem. De egy kitűnő karmester volt. És kitűnő karmester. És főleg idős korában sokat vezényelt. Így van. Igen. A művésznek az egyik fontos pillér az életében az alkotás, alkotás iránti vágy, az alkotni vágyás. Milyen tervek, rövid és hosszú távú tervek vannak az életében? Ja, ilyen vonatkozásban? Hát komponálás vonatkozásában? Úgy is, és mint az alkotást az alatt is értettem, hogy a színpadra kiállni és valamit létrehozni. Mind a kettőre tehát. Hát igen, mit kellene megtanulni, inkább úgy mondanám, ugye? Van egy pár darab még, amit szeretnék. Viski János cselló versenyét, ami az 50-es években íródott, úgy, mint Mihály Andrássé. Például, aztán hát esetleg Martinónak egy-egy, a több cselló versenye van. Egyre népszerűbb Martinó, egyre igen. Többet találkozni velük. Igen, ezt a kettőt mindenképpen kamaraművek vonatkozásában, hát rengeteg van, mert csak a romantikus irodalomban, csak Franciaországban 106 mű született, zongoracellós kamaramű, 1850 és 1950 között. Tehát van miből meríteni. Úgyhogy... És a írással az írás, mi az, ami a terv? Az írás az lassan-lassan halad, de halad. De biztosan. Igen. Vannak darabjaim, amit elhangzottak. Van egy most elkészült 2 éve egy zongorás kvintet, kürt, zongora, kürt és 3 vonós hangszer. Ez most, hát ez bemutatásra vár, és most meg egy, hát egy ilyen szextet, vagy szeptet vonós, szintén vonós együttesre írott darabon dolgozom. Hosszú, de csinálom. Hát nagyon sok sikert kívánok a művekhez, a koncertéletben tett saját kihívásoknak a megvalósításához. És itt van ez az óra, amit én nagyon nem tartok jónak, mert így látom, hogy eltelt az idő. Annyi kérdésem lenne még, de hogyha máskor van rá lehetőség, szívesen visszavárjuk, és folytatjuk, mert én nagyon sokat tanultam ebből a beszélgetésből, és nagyon jól éreztem magam. Ja, igen. Igen, és csak meg szeretném köszönni, hogy itt volt közöttünk, köszönöm. És egy egészen apró ajándékot hadd adjak. Csak annyit akartam mondani, hogy én ugyan Zuglóban születtem, de 27 éves korig, valamíg a kerületben laktam. Tehát nagyon ismerem a kerületet. Hát akkor hazajött művész úr. Részben, igen. Akkor mi szeretettel várjuk gyakran ebben a kerületben és ebben a csodálatos intézményben. Köszönjük szépen, köszönöm, hogy itt volt. A közönségünknek pedig hirdetem, hogy jövő hónapban is lesz zenefere, hogyha már akkor nem is Bach mindenkinek fesztivál keretében, mert az évente egyszer van egy hónapban, de az áprilisi alkalomunkra is jöjjenek, akkor Molnár Zoltán, a Nemzeti Filharmonikusok szólótrombitása lesz a vendégem. Köszönöm, hogy itt volt.